Következő, az engesztelés. Szintén rendkívül fontos igazság az engesztelés. Az engesztelésnek a fő célja az, hogy megfölszámolja az ellenséges viszonyt, és az ellenséges viszonynak a felszámolása után az ellenséges felek között szövetségi viszonyt hozzon létre. A szövetségi viszony keretén belül pedig létrejöjjön a közösség, a közösségnek az eredménye is jöjjön létre utána a teljes egység. Ez egy hosszú folyamat természetesen. De nézzük meg pontosan, hogy mi is az engesztelésnek a magja, a lényege. És itt szeretném leszögezni azt, hogy itt nem csak az áldozatra kell figyelned, hanem az áldozatnak egy nagyon-nagyon fontos, legértékesebb részére, elemére. Nézzük meg, most már az időnk nagyon fogy, de azért talán még erre van időnk. A három Mózes, 17. fejezetet, a 11. verszakot. Következőt mondja Isten igéje. Mert a testnek élepe a vérben van. Én pedig az oltára adtam azt nektek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a bennel levő élet által szerez engesztelést. Több információ van az emberről, az ember titkáról, tehát az élet hordozza az életet. A vér és az élet el nem választható egymástól. Másrészt, rejtetten ebben az igében benne van a vérontásnak a tilalma, hogy ember nem olt, onthad vér, csak Isten. És Isten nem akarja az emberek vérét kiontani. Csak egyetlen egy vért akar kiontani, amelyet az ő oltárára helyez. Világos? Ezt nevezték e, a, 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 az ószövetségnek a láda fedelének, amiből származik az engesztelő szó. A láda fedél, és görögben az engesztelő szó az ugyanaz. A láda fedélre ugyanazt a kifejezést használja, mint az engesztelésre. Vagy figyeljetek, ez nagyon fontos. És még egy nagyon lényeges információ van, hogy nem az áldozat szerzi meg, eredményezi az ellenséges viszonynak a felszámolását és a szövetségi viszonynak a létrehozását, hanem micsoda. Az áldozatnak a vére. Tehát a vér aktív, cselekszik. Amikor például Ószövetségben is levágták a bimbakot. Az áldozati bakot, Jomkipurkor. A vért be kellett vinni a szentek szentjébe. A kegyelemnek a fedelére, a láda fedelére kellett ráhelyezni a vért. Mikor történt meg az engesztelésnek a cselekedete? Amikor a vért ráhelyezték a fedélre. Az előző események is szentek voltak, de azok mind helyettesítő, jellegű, szent cselekedetek voltak. De amikor a vért bevitte a főpap a Szentek Szentjében, akkor a vérben lévő élet hozta létre a bűnnek a betakarását, mert a jom Kipur ebből a szóból származik, hogy betakarta a bűnt. De mi, nem a főpap, nem is az áldo, a maga a bak, hanem a baknak a vére, és mikor hatott a baknak a vére, amikor végig ment a szent helyen, és belépett a szentek szentjébe, és a szentek szentjébe, az oltárra, a, a, a láda fedelére helyezte a vért, ekkor szabadult föl a vérnek az engesztelő hatása, energiája. új szövetségben ugyanez, mert az új szövetségben ez az engesztelő rendtartás az új szövetségnek az előképe. Zsidókozít levél, 9. fejezete, a következőt mondja, 12. verszak. Tehát 9. fejezet, 12. verszak. És nem a bakok és a tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer és mindenkorra a szentélybe örök váltságot szerezve. Tehát az engesztelő cselekedet, az a vérhez van kötve, a vér cselekszi azt meg, a vérben lévő élet hozza létre a bűnnek a megsemmisítését, illetve az Úr Ószövetségben a bűnnek a megtartását. Két dolgot ne felejtsd el, nagy különbség van a bűn betakarása és a bűnnek a megsemmisítése között. Az Ószövetségben a bűnt betakarta, ezért Jomkipurról beszélünk, az Új Szövetségben pedig a bűnt megsemmisíti. Tehát a bűnösnek a bűneit megsemmisíti, ezért mondjuk, mintha soha nem védkezett volna. Mi sem meg, vagy mi, mi sem isítette meg a bűneinket. Nézzük meg az eseményeket. Azt mondtuk, a názeti Jézus Kisztusnak a helyettesítő áldozata. Szenvedéssel kezdődött, keresztre feszítéssel folytatódott, majd a halállal, majd pedig a Seolban való lemenéssel. Mind ezek az események azt jelzik hogy nekem kellett volna azon a helyen lennem, de Isten megkönyörült rajtam, hogy ne én legyek, hanem az ő legrágábbat adta oda érette, akit legjobban szeret, a fiát, hogy kifejezze, ember, ennyire szeretlek, ember, ennyire akarom, hogy éljél, ember, ennyire akarom, hogy visszatérjél hozzám, és velem legyél közösségben. Hogy a legnagyobbat, a legértékesebbet adom oda hogy a te kálváriádat végigjárja. Hogy ne kelljen neked a földi pályafutásodban, se utána lévő életformádban kálváriát bejárnod. Ez az ő örömhír, dicsőségnek az ura. Egy, illetve egy alapvető fundamentuma, de még ennél többről szól az örömhír. Jézus utána föltámadott. Föltámadott. Még nem történt meg az engesztelés. Mert mit szerzi meg az engesztelést? Az áldozatnak a vére. Az új szövetségben Jézusnak a vére. Nem volt még bűnbocsánat, nem volt még szövetségkötés közvetlen a föltámadás után. Aki azt gondolja téved. Emlékszel rá, hogy az engesztelésnek a szent cselekedete mikor történt meg az új szövetség ideje alatt? Amikor a főpap bement, a jobb kipurkolt, az áldozati állatnak a vérével, és a vért lehelyezte a szentek szentjében a láda fedelére. Akkor a vérben lévő élet nyilván egy szimbolikusan kell értelmezni elsősorban, mert az állatok vére nem szerez engesztelést, de Isten ezt előleként elfogadta, szimbolumként elfogadta, és abban a pillanatban az Izrael fiainak a szellemi erkölcsi állapotában változás állt be. Ha az elmúlt évben bűnkövetek el, akkor a kegyelem betakarta. Új szövetség. Jézus a föltámadás után a vérével, a most olvastuk, fölment az igazi szentélybe. A mennyekben, és megjelent az Isten előtt, és oda vitte a tulajdon vérét, és oda helyezte az engesztelésnek a fedelére, a kegyelem királyszéknek is nevezzük. Ezre oda került a vér. Utána a kerubok ránéztek a vérre, és sodálkoztak. Hogy vér van a mennyben. Holott nincs ilyen teremtmény a mennyben, amelyet vér éltet. Ez az egyik. A másik, amelyek már tudták a mennybe, hogy az emberek bűnösök. Most itt van egy vér, szembe kell nézni, amelyben nincs hiba, nincs szeplő, bűnmentes. Ha pedig bűnmentes, akkor ez a vér örök életet hordoz, mert a bűn zsoldja halál. Ha nincs bűn, nincs halál. Ha igazságot tartalmaz a vér, akkor örök, életed, örök életről van szó. Tehát mi semmisíti meg a bűneinket. Az a vér, amely a názerti, amit a názerti Jézus Krisztus, mint áldozat, mint főpap, fölvitt a mennyekbe, lehelyezett a kegyelemnek a fedelére, elfogadta a menny, mint, mint olyan szent áldozatod, váltságdíjat, amely maximálisan és tökéletesen kielégítette Istennek a igényeit és követelményeit az ember megváltásával kapcsolatban, és abtól a pillanattól fogva érvénybe van az, hogy aki ezt elfogadja, az Jézusnak a helyettesítő és engesztelő áldozatát, ott, ahogy Mózes, amikor le, megtörtént a szövetségkötés, a szövetségkötés utolsó aktusában a vért ráhintette a népre, ugyanígy az új szövetségben, ahogy a názati Jézus Krisztushoz járulsz, megalázkod el, előtte elfogadod, a, a, ahogy helyetted b, b, halt meg, a te bűneidet hordozta, sebélyben meggyógyultál, a, és elfogadod, hogy a vére kiengesztelte az Isten, visszaadta azt, amit elloptunk Istentől. Mit adod vissza Istennek a názati Jézus vére? Életet, emberi életet adod vissza. És nem halandó életet adod vissza, hanem emberi örök életet adott.